Sziasztok! Elhoztam nektek a februári elfogytak videót. Ezek a cuccok fogytak el, amiket most fogok mutatni. Elég sok minden van itt az asztalon, úgyhogy vágjunk is bele. Nem lesz benne feltétlenül rendszer, mert kipakoltam ide mindent az asztalra, és nem tudom. Tehát ilyen káosz van. Kezdjük is itt a szélén. WC papír. Eltettem a csomagolását, mert el akartam mondani, hogy általában mi a négy rétegű, ez egy floralis légyülős négy rétegű WC papírt szoktunk venni, a 10 tekercseset, és mostanában van a Lidlben hol ilyen, hol olyan akcióba. Ez most egy prémium minőségű volt elvileg, és olcsóbban tudtam megvenni, hogy tovább kitart, vagy nem tudom, jobban be lehet osztani, jobb az állaga, passz WC papír, szóval nagyon puritán téma, tudom, de ez van. Úgyhogy ezeket úgy szoktam válogatni, hogy vagy ezt, ami akcióban van, vagy ami úgy gondolom, hogy jobban megéri. Szoktuk mostanság nézni, egy darabig mindig egy típust vettünk, 1100 forint volt a 10 tekercs, még emlékszek rá. Most meg már olyan húzós ára van, hogy így nézni kell, hogy mit veszel, úgyhogy próbálunk ilyen kompromisszumot kötni, hogy oké, négy tekercses, de akkor nem az a típus, hanem valamelyik másik. Aztán van itt egy kávé, ezt karácsonyra kaptam, ez is Lidl-ös, mi nagyon szeretjük a Lidl-ös cuccokat, ez a Belarumnak egy Kolumbia és Brazil nevű kávéja, krémes kávé elvileg, kettes erősségű, finom. Finom kávé, még ez van a kávégépben, és nagyon finom kávékat főz vele a gép, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve. Ez egy 40 dekás kiszerelés volt, és a Jézuska hozta, és nagyon szép kis madaras a csomagolása. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy ha látok ilyet, lehet, hogy fogok venni még. Bár amilyen szerencsém van a Lidl-lel, amelyik kávé nekem megtetszik, azt többet nem látom ott, úgyhogy nagyon jó. Aztán elfogyott a Zarának ez a Gardenia parfüme, amit ugye úgy kaptam unokahúgomtól, hogy már ő félig elhasználta, de mondta, hogy már nagyon unja, úgyhogy nekem meg nagyon tetszett rajta, meg ahogy ő megmutatta, és a másik felét én használtam el, úgyhogy innen indul a Zara parfümös függőségem. 180 ml-s kiszerelés üvegben van, és szerintem tök jó. Jó áron lehet megvenni, és nagyon, nagyon fincsi illata van, nagyon szeretem, úgyhogy ez is elfogyott. Aztán van még itt elfogyott parfüm, hogy már egy kis valamit csináljak itt ebbe a káoszba. A Playboynak a Wild parfüme elfogyott, ez bent volt a melós szekrényembe. Ez nekem egy kicsit olyan hirtelen felfújva nem annyira tetszik illat, de elhasználtam, mert mikor elpárolog, akkor már tök finom, úgyhogy tök jó. Ezt apától kaptam egyszer, emlékszem rá. Aztán van itt egy Jodaema Sophisticate. Fú, na ez nem az én illatom. Ezt is megpróbáltam elhasználni, sokáig hordtam magammal a táskámba, de ez ebből ennyi maradt, ezt majd elviszem. Szerintem a csemetémnek megmutatom, hogy kell-e neki elfújkálja, vagy megy a kukába, mert ez nagyon-nagyon ilyen mandulás, szúrós illat nekem, és nem igazán tudok vele megbarátkozni. Aztán mi van itt előttem? Vannak termékminták, ugye a Lancôme krémek, meg szérumok termékmintáit is használgattam, így jaj, de kiégetjük a kamerát, azokat is. Meg kipróbáltuk a Yves Saint Laurent Touché Plat alapozó mintáját, ami a B40-es szand árnyalatban volt meg nekem, és ezt el is fogom tenni, mert ez jó volt. Úgyhogy ha egyszer elcsábulok, vagy akármi ilyesmi, akkor ezt külön is teszem, vagy felírom, vagy lefényképezem, vagy elteszem, eldugom, nem tudom, vagy beteszem a naptárba, hogy legyen meg, hogy ez nagyon jól mutatott rajtam, nagyon tetszett, úgyhogy ez semmiképp nem megy a szemétbe. Aztán elfogyott egy havi kollagén adagom, a Body Select kollagénje, ami ugye 4 szemet kell belőle szedni, az 2000 mg-ot jelent, és én úgy látom, hogy használ, és többen is írtátok, hogy megrendeltétek, kíváncsi leszek, hogy használni fog-e, vagy hogy mi lesz a tapasztalatotok. Én azt vettem észre, hogy ha így rendesen szedem az ajánlott adagot,
és rendesen iszok rá vizet, azóta szebb az arcom. Meg a hajam, meg a körmem azóta nem törik rá, hiába hosszú a géllakkalat, szóval azért segít a kollagén, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy továbbra is jó lesz, és hogy látom a pozitív hatását. Elfogyott egy niacinamid szérumom, ez az Ordinary-nek a niacinamid szérumja. Benne van a csomagolásban az üres üveg, nagyon kis előrelátóan csomagoltam el, nem tudom, hogy miért. Elfogyott egy Dove tusfürdő, ez ilyen makadámi olajillatú volt. Argánolaj, de hogy makadám, argánolaj. Jó illata volt, elhasználtam, daftus fürdő, ezek mindig finom, puhák, úgyhogy élmény őket használni. Aztán, ha már tusfürdő is előttem van, elfogyott a Bilunak az eperillatú tusfürdője. Ennek nagyon fincsi eperillata van, már mint olyan kőkeményen műeper. És nagyon-nagyon sokáig elég volt, és nagyon jókat fürödtem vele. Ez ilyen cukorka illatú eperillat. Nagyon finom volt, nagyon tetszett. Tény és való, hogy annyira sokáig nem éreztem magamon, de nagyon jó volt fürödni vele, úgyhogy ha itthon is lehetne ilyet kapni, akkor szerintem én mennék és sorba vásárolnám az összes illatát, mert ennek olyan jó illata van, de hát ez nem itthonról van, úgyhogy ezt buktuk. Hajfesték! Ezzel a hajfestékkel festettem be most a hajamat, elvileg... Hát igen... Akkor ez volt akcióban, vagy jobbáron volt, vagy nem is tudom, hogy az enyémből nem volt árnyalat, vagy mi volt, de úgy voltam vele, hogy lila, úgyhogy hagyj jöjjön. Nem vagyok tőle elájulva igazság szerint. Írták többen, hogy szárította a hajukat. Egy picit én is úgy érzem, hogy mintha most sprődebb lenne a vége a hajamnak, úgyhogy visszaállok a saját hajfestékemre, én azzal meg voltam elégedve, szerintem továbbra is azt fogom venni. De nem volt rossz, csak nem vagyok elájulva tőle. Sőt, kaja, kávé. Én ezt a Lidl-ös kávékrémport szoktam menni. Annó 150 forintért vesztegették, már most 4,50, 4,90, tök mindegy, kávékrémport, ezzel iszom a kávémat. Ez a belarumos, ez finom, én szeretem, úgyhogy remélem nem szüntetik meg egy darabig a Lidl-ben, mert én nagyon szeretem ezt. Aztán elfogyott a szerves szelén tabletta, amit elkezdtem szedni. Nem vettem észre különösebb változást, úgyhogy ezt nem fogom újra venni. Amit viszont kidobok, ez az ördögnyelv kapszula, ilyen fogyókúrás cucc. Ez az lenne, hogy beveszed, beledagad a beledbe, és nem vagy tőle éhes. Na most ez hasmenést okoz. Ajánlott napi bevitellel is hasmenést okoz, szóval nem munkahely kompatibilis, úgyhogy ezt kidobom, mert igen, meglepetéseket okoz, úgyhogy hagyjuk is. Aztán van egy kalcium-magnézium cink, ami elfogyott, én ezt nagyon szeretem, kalcium-magnézium cink és D3 vitamin van benne, ez egy kombinált tabletta, napi egyet kell bevenni, és én ezt nagyon szeretem. 90 darab van benne, ami 3 hónapig elég, és tök jó. Azóta nem göccsel a lábam, meg nincsenek ilyen kínjaim, úgyhogy ezzel én meg vagyok elégedve. Elfogyott egy Narcos bronzer minta, erről már szerintem leszettem mindent, úgyhogy őt is elhasználtam. Egy Estée Lauder C-vitaminos, hogy hívják, Advanced Night Repair szérum. Jó mondom, hogy C-vitaminos? Vagy csak vitamin komplexes, mindegy. Ez szereti a bőröm, ez nagyon sokáig elég ez a kis mini kiszerelés, ez is ilyen kis pipettás kiszerelés, úgyhogy tök jó egyébként. A végét már úgy kell kiöntögetni, mert nem éri el a pipetta, de jó kis szérum tetszik. Hát ez nem fogyott el, hanem bedöglött, egy Rival Loves Me-s lip gloss, ilyen matt és fényes folyékony rúzs, ugye van egy matt oldala, ez baromira szárít, tehát ez rettenetes mód szárít, ez a hát lip glossnak írja, és meghalt már, mert ilyen fura szaga van. Nagyon jó színe van egyébként, nekem tetszik, matra szárad, baromira szárítja a szádat,
és annyira nem is tartós. Szóval annyira nem vagyok oda a Rival Loves Me is ilyen matt cuccokért. Ez milyen soft rosewood árnyalatban van meg, de egyébként nagyon jó a színe. Úgyhogy azért használgattam. Aztán L'Oréal Excellence Balzsam, ezeket mindig el szoktuk használni, ez apa samponjába szokott benne lenni, több hajmosásra is elég egy ilyen. Mindig elhasználjuk, mert jobb minőségű ez a balzsam, mint amit így veszem. Aztán elfogyott a Ziaja arckrémem. Ó, mama, hát ezt így nem tudom megmutatni. Lifting Solution 40 pluszos éjszakai krém, ezt használtam éjszakára, egy jó kis zsíros krém. Elfogyott, úgyhogy most már váltottam. Továbbá arcápolásnál elfogyott a Geek & Gorgeous-nek a Liquid Hydration tonikja, és ezt ugye ajánlja mindenféle bőrtípusra, 110 ml-is. Tök jó a fújókája, nem tudom, hogy hát már ez nem köp semmit. Tök jó egyébként a fújókája, azon gondolkodtam, hogy ezt meg kellene tartani, ha... Aha, és le lehet szedni. Mert lehet, hogy bele fogom tenni a most használt tonikomat, és ezzel fogom felfújkálni az arcomra. Még majd meglátom, hogy megtartom-e. De egyébként ez egy tök jó hidratáló tonik, úgyhogy én ajánlom aki Geek & Gorgeous ezen termékeit. Van egy kiszáradt szájceruzám, szintén Rival Loves Me, ezzel szántani lehet a szádat, úgyhogy hiába faragtam ki, kétszer is, ez most már kuka. Aztán még nem fogyott el, hanem használom a Pat McGrath-nek a Divine Skin rózsavizes tónerét, ilyen kis tonikját, egy ilyen pici minta van belőle, nagyon finom, nagyon jó hidratáló cucc. Gondolom egy vagyomba kerül, de tényleg nagyon jól hidratál. Aztán van Dove Original golyós dezodorom, amit most elejtettem. Higgyétek el, nekem Dove Original a táskámban tartottam, és elfogyott ilyen utazáshoz gyorsan bekenni magad, ha meleged van a buszon, vagy itt ott, amott. Elfogyott és el is gurult. Továbbá elfogyott egy My Way parfüm mintem, nagyon finom illata van. Atya világ, szakad a hó. Ekkora pelyhekbe esik a hó. Gyerekek, mi van itt? Na szóval, elfogyott egy My Way parfüm, Giorgio Armani My Way, nagyon finom virágillat. Ezt nagyon szeretem magamon, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd valamikor meglepem vele magam, vagy valamelyik koppincsával, ami nekem nagy erőségem. Öblítő, Szilán aromaterapis, hogy hívnak, magnóliás illata. Most ez a favorit, vagy legalábbis legtöbbször ez jön velem haza. Úgyhogy tök jó. Fagyóban van, még nem fogyott el, ezt még ki fogom önteni a kézmosóba. Egy ilyen sima, no name, lidülős, folyékony szappan. Tök jó illata van. Ilyen kis finom púderes illata van, folyékony szappan, sok mindent nem tudok róla elmondani, kezet mosunk vele, ócsó volt. Aztán dobozos papír zsebkendő, ebben van egy kis szemét, ebből elfogyott egy Formil nagy mosószerünk is elfogyott. Én szeretem a Formil mosószereket, nekem megteszi a hatását. Tehát tisztítja a ruhákat, a munkás ruhákhoz meg úgyis tennem kell trisót vagy mosogatószert, úgyhogy általában, ha jó áron megkapom, akkor szoktam a Formilt venni a Lidlből, mert én nagyon szeretem. Ócsó és takarékos. Szerintem ennyi cucc fogyott el, plusz, amit még, hát nem mondom, hogy feltétlen elfogytak, de van itt néhány kipakolt dolog a fiókomból. Például kitettem ezt az Avonos Enyú fényvédőt, ezeket tovább fogom ajándékozni, valakinek kipróbálja, használgatja. Egyiknek nincsen különösebben baja, de már nem fogom itt tartogatni a fiókban, tartottam egy ilyen kis szelektálást, úgyhogy itt az ideje, hogy megváljak ezektől. Szóval Avonos fényvédő, aminek semmi baja nincsen, annyi az egész, hogy az én zsíros bőrömnek nagyon sok, és találtam egy jobbat, és nem bírom kinyomni, úgyhogy nem tudom megmutatni. Aztán van egy ilyen kétvégű jumbo ceruza, sose használtam, csak megvettem.
Riva loves me is fekete szemceruza, ki van faragva, semmi baja nincsen, egyszerűen csak sok szemceruza van kibontva. Catrice Matte Lover Rouge, ez egy ilyen szép kis nude színű rúzs, de nem használom, úgyhogy ennek mennie kell. Van itt még Essence-es folyékony rúzs, azt se használtam, csak megvettem. Aztán szemceruzák, szájceruza, vagyis nincs is közte szájceruza, csak szemceruza, oriflame-esek. Aztán van itt három rúzs. Van egy Riva Loves Me rúzs, ennek nagyon jó színe van, viszont nem tetszik az illata. Úgyhogy ezt is el fogom ajándékozni, ez egy nagyon szép fényes rúzs, egyébként szoktam szeretni, majd megnézem már a Rossmannban, hogyha járok. Ezeket én úgy szoktam, hogy még mielőtt odaadom valakinek, fogok egy zsepit, és abba letörlöm a tetejét, meg szépen körbe az oldalát, tehát ezt már egyszer megcsináltam vele, de nem árt többször. És akkor így véletlen sincs rajta a szám, vagy le lehet vágni késsel is. Úgyhogy ezt majd így odaadom valakinek. Meg van nekem egy ilyen baba rózsaszín, ami nekem baromira nem áll jól. Baba rózsaszín rúzs az Avontól. Ez egy limitált kiadású avonos rúzs, egyébként gyönyörű a csomagolása. De nekem ezek a halvány baba rózsaszín cuccok olyan hülyén állnak, hogy borzasztó. Aztán, ami viszont kuka, az az Avon Luxe-nak a retinolos ajak ápolója, ez már nagyon régóta ki van bontva. Elég sokat el is használtam belőle, úgyhogy ez a kuka kategória, ezt oda is teszem. Van itt kettő Maybelline 30 órán át tartó alapozója, mindenképpen elajándékozós, mert nem akarom, hogy itt menjen tönkre. Ugyanúgy, mint a Wet n Wild-nak a fotófókusz alapozójából is két árnyalat. Nem akarom, hogy tönkre menjen itt, úgyhogy elajándékozom. Aztán van itt egy, mi ez? Misztlines bronzosító, ami szintén nagyon sok hasonló árnyalaton van, ez eléggé porzik és gyorsan kopik. Ezt is elajándékozom, hogy szórakozzon vele valaki az ismerettségi körömből, úgyhogy ennyi cuccot hoztam most ide az elfogytak videóba, ennyi termék fogyott el. Elég sok egyébként szerintem, úgyhogy a mosószerek azok úgy meglepően ritkán fogynak el, tehát ez a nagy kiszerelés, ez olyan két hónap szokott nálunk lenni. Hát vitaminok is, azért csak használom a dolgaimat, úgyhogy ilyenkor látom azt, hogy mennyi cuccom fogy el, és mi nem. Örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is. Selejtezzétek ki a sminkes fiókot az új évben. Nézzétek meg, hogy mit használtok, meg mit nem. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Millió puszi nektek, sziasztok!